Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, a Warframe karakter bemutató S következik, a kis hamusrác. Na jó, nagyon fasza kis karakter, fan karakter, én legalábbis fan karakternek tartom, tehát úgy van összeállítva az egész buildem, ahogy ezt szokták mondani, ilyen fan karakternek, nem különösebben erős missionökre, de egy jó kinéző, tök jó ilyen kis ninja karakter, és nagyon jól lehet vele szórakozni, és úgy összességében a Warframe-et feldobja egy kicsit a képességei és a karakter. Nekem nem tudom, a eredeti sisakjában úgy néz ki egy kicsit, mint egy kacsacsőrű emlős, ezért használom a többi sisakját, mert valahogy azok sokkal jobban néznek ki. Nos, est kiformolni Tile Regornál lehet a Titánia nevű küldetésen, az Uranuson. Szóval készüljetek fel, nem lesz olyan egyszerű, szóval nem. De mondjuk amire eljutok odáig, hogy S-sel akarjatok játszani vagy kifarmolni, addigra valószínűleg már lesztek annyira über prók, hogy könnyedebben meg lehessen oldani ezt a tárgyagó küldetést. És a másik őszintes, annyival nem emlékszem rá, nem hagyott mély nyomot bennem, ami biztos, hogy kell egy nova, kell egy erős kard, kell egy erős fegyver, és akkor ki lehet farmolni est viszonylag könnyen. Úgyhogy érdemes megszerezni, akkor érdemes megszerezni, amikor valami fant akarsz belevinni a Warframe-be, amikor már úgy érzed, hogy nem orba szájba kellene kreditet farmolni, stb. Stb. Ha meguntad az rínos korszakodat, és egy kicsit gondolkodni szeretnél már így a Warframe-en belül, akkor S javaslom. S egy nagyon mozgékony karakter, amit itt láthattok. Ez egy ilyen kis sima T1-es voidos ökörködés szórakozás, csak azért, hogy egy kicsit így, hogy is mondjam, dicsekedjen S a képességével, hogy mit tud, és hogy lehet vele ökörködni. T1 Survivor-on lehet ökörködni. És S egy ilyen erre megfelelő karakter, fan karakter, én így vélekedem róla. Legalábbis egy bizonyos mód azért hiányzik a kardomból ahhoz, hogy S-ből igazi túlélőt csináljak, ami T4 Survivor-on is nagyon jól megállná a helyét, nagyon hosszú ideig, csak nincs meg az a bizonyos Life Strike nevezetű mod, így aztán, ami gyakorlatilag kardra azt csinálja, hogy amit hitelsz életre, azt feltölti életre magánál a karakternél is, szóval gyakorlatilag ilyen életlopó mod, és anélkül az igazság, hogy Ash, Excalibur és még egy-két másik Warframe nem igazán tud jól teljesíteni mondjuk egy T4 Survivor fél óra után, mert ott lenne az igazi dolog. Persze azt mondom, hogy de akármilyen T4-ben 40 perc az már egy olyan dolog, amit megéri, ideig megéri bennmaradni, annyi idő alatt esetleg kidobja azt a nagyon vágyott prime darabot, amire akarná, és így dupla esélyt azt neki, de hogyha igazi mániás vagy, és ilyen 60 perceket szoktál menni Survivor-on, akkor kellenek bizonyos modok, amivel az összes Warframe-et gyakorlatilag fel tudod húzni, hogy erősebb legyen, és ez alól nem kivétel S sem, de attól függetlenül egy nagyon jó karakter, nagyon fán karakter, nagyon jó játszani vele, és jól is néz ki. Szóval a játék, amit láthatok, valószínűleg nem fogom végig pofázni az egészet, hogy legyen némi csönd is, de nagyon móka, szóval ilyesmiket lehet S-sel csinálni, amit mit majd látni fogtok így hosszasabban, az első 20 percet ebből a T-Survivorból, és ilyen tök jó, el lehet vele szórakozni, és egy egész jó gameplay sikeredett ebből, úgyhogy nézzetek végig, ezzel azt akarom mondani. Rátérve S képességeire, hogyha már itt vagyunk, az első képessége a Shuriken, kérlek szépen dobó csillagokat dobál ki, OP 500, esen egyébként emeltek a képességei sebzésén, mert kicsit gyenge volt az ulti, és ezáltal egy kis boostot kapott minden képessége, úgyhogy a Shuriken az első képessége 500-at damage-el. OP, nagyon OP, kurva jó, hogyha erre ráhúzol egy strength modot, vagyis erőmódot, akkor gyakorlatilag elég jót fog sebezni az a bizonyos dobócsillag, és nem egyet, kettőt is kidob, és több ellenfelet is le tudsz ezzel szedni gyakorlatilag 20 akárhány szintig egy kill elől, hogyha raksz rá erőmódot, úgyhogy nagyon-nagyon durva egy dobással öl, és móka használni, szóval igazi ilyen kis ninja feeling
Smokescreen, majd a képesség és modolásáról rátérünk egy kicsit bővebben. Smokescreen lenne a következő képessége, a második. Azt jelenti, hogy láthatatlan lesz, tehát mint egy ninja, így ledob egy ilyen kis valamit a földre, láthatatlan lesz, füst keletkezik és hátra löki az ellenfelet. Na most, ez 8 másodpercig tart gyakorlatilag. Esnél ez 4 másodperce kevesebb, mint amit Loki tud láthatatlanságba, ezért is úgy vélekedem, hogy est láthatatlanságra annyira nem kellene erőltetni, de ez egy személyes vélemény, akinek van egy jó buildje, esre akkor, ami eltér az enyémtől, és mondjuk jobb, mint az enyém, az dobjon egy leírást róla, legalábbis a mod neveket tegye oda, mert azzal sokat tudna segíteni. Szóval, a harmadik képessége a teleport. Na most, ez azért nem olyan, mint a Loki-é. Úgy gondolom, hogy ez egy bizonyos szempontból jobb, mint a Loki-é. A Loki-é hasznosabb, praktikusabb, és több fantázia kell hozzá, hogy használd, de az essé leegyszerűsített gyilkolásra termett teleport. Mit csinál? Oda teleportál az ellenfélhez, és gyakorlatilag míg megzavarodik az ellenfél, addig egyet vágsz rajta, nagyon jó, szóval majd gyakorlatilag így kb. Helyettesíteni tudod vele a S ultiát, így folyamatosan teleportálgatsz, mert mindjárt látérünk az ultira, 60 méterig, és kurva jó teleport, és egyben finisher is, mert esély van arra, hogy finisher damage-t adj az ellenfélnek, elég nagy esély, és ha van egy jó kardod, akkor amúgy is rohadtul mindegy, mert le fogod vágni egy ütéssel. Szóval ez a teleport nagyon jó kis cucc, ezért is érdemes egy stretch-el kimodolni, hogy még tovább, még távolabbra hasson, stretch-el és nem overextended-del. Fontos, úgy gondolom, de el is majd látjuk. Utolsó képessége és egyben a Warframe karakterek közül az egyik leglátványosabb is, ilyen eye candy lehetne mondani, tehát orgazmus kapsz, miközben nézed, és ez ugye a Blade Storm. Mit csinál Ash? Gyakorlatilag teleportálgat az ellenfelek között, és mindenkit lekaszabol. Kurva jól néz ki, úgy gondolom. 2000 damage, nagyon durva, és maximum 18 targetet tud. Az, az igazság, hogy ez kurva jó, 25 méteren rá kell rakni azt a bizonyos stretchet, és akkor még távolabbra is tud hatni, de viszont azzal a 2000 damage-el nagyon sokat lehet damage-elni, és nagyon sokáig el tudod sütni azt a bizonyos ultit, és a jó dolog, hogyha valakit nem öl meg, akkor visszatér rá. És a másik jó dolog, hogy amiközben megcsinálja ezt az ultit, levágja az ellenfelet, minden energiamódot összeszed, tehát gyakorlatilag spamelni lehet az ultit. Ezért én ráadásul be is raktam egy power efficiency, ugye, ami az energia elhasználás költségét csökkenti, ezért végképp lehet spamelni az ultit gyakorlatilag, főleg a shurikent, az első képességét, úgyhogy nagyon jó kis ultimate, ez ráadásul a bleeding chance-t is adva, és hát ilyen elvérzési esélyt ad az ellenfelekre, ami azért nem utolsó, és ugyanez igaz a shurikenre is, ha megdobnak vele, elvérzel gyakorlatilag. Voltam egyszer egy duárumban egy klán társammal, essel volt, megdobott, és elvéreztem, tehát hozzám se kellett érnie többet, úgyhogy jó es összességében egy jó látványos fan karakter, amire vigyáznod kell nagyon, hogy ez nem tank karakter, itt mozgásban kell lenned folyamatosan, ezért esnek elengedhetetlen, hogyha szorult a helyzet, legyen egy jó gépfegyver a kezébe, ami erős és ki tudja húzni a bajból, elengedhetetlen az erős kard, mert ő egy ilyen kardozós karakter, jól ki lehet erre használni a kardokat, úgyhogy ha erős kardot adsz a kezébe, akkor gyakorlatilag nagyon sokáig lehet vele bírni. Úgyhogy felhúzni est életre érdemes, egyrészt mert több az élete, mint a shieldje. Pajzsot ne is gondoljatok bele, mert kevés neki. Hogyha ugye életre húzod, és netán beszerzel, vagy van egy Lifestrike nevű módod, akkor még OP-bá válik ez az egész dolog, mert ugye minden
ütéssel, csapással egy életnyi, valamány százaléknyi életerőt elvonsz az ellenfelettel, és folyamatosan táplálod a tiedet, és ez nagyon kulcsfontosságú tud lenni egy hosszú távú Survivor missionnél. Nos, elmondtam mindent, talán, ja nem, a modolást tekintetve S-nél, mint még egyszer mondtam, érdemes kihúzni az időt, azt felejtsétek el. Mármint aki láthatatlanságra akarja húzni, az húzza láthatatlanságra S, de úgy gondolom, hogy erre inkább Loki az a megfelelő karakter, akit láthatatlanságra kell húzni. S-t inkább erőre kell húzni, szóval kell bele intensify mindenképpen. Blind Rage, de én inkább ragaszkodnék ezek a nyers modokhoz, amik csak adnak, nem elvesznek. Szóval ezért Stretch, hogy minél szélesebb körben tudja elsütni azt az ultit, minél szélesebb körben tudjuk teleportálni, és a shuriken is távolabb repüljön. Ezért simán Intensify, ami Power Strength-t ad, ugye. Esetleg egy Transistent Fortitude-ot még bele lehet rakni, és Vitality-t rakjatok bele, hogy minél több élete legyen, és gyakorlatilag ezekre kell a flow-t ugye még be kell rakni, hogy legyen energia, összegyűjti mindig ugye az energiákat, miközben leultizik, de lesz, eljön az a szorult helyzet idő, és akkor jól jön az az extra energia, mert minél tovább maradsz például egy Survivor-on, egy defense vagy akárhol vagy vele, annál kevesebb lesz egy idő után az energia, mert az ultival nem vagy képes olyan gyorsan leölni az ellenfeleket, és kelleni fog az a plusz energia, amit a flow tud biztosítani. Amíg nincs meg egy life strike például, addig elég jól el lehet essen lenni. Na de most már tényleg ennyi lett volna, élvezzétek a további játékmenetet, fun game, fun game. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!